Nagy szeretettel köszöntök mindenkit, kedves testvéreim, a 68. dicséretünket énekeljük. A 68. dicséretünk így kezdődik, hadd menjek Istenem, mindig felé. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Mennyi édesatyánk, hálát adunk neked ezért a szép reggelért, hálát adunk, hogy megtartottál bennünket, és még szól a te irgalmasságodnak, a te kegyelmednek szava hozzánk. Ne hagyj el bennünket, Urunk, ezen a mai napon,
Tedd áldottá, tedd, Urunk, valóban szerencsésé a mi munkánkat, a mi tetteinket, amelyek jót akarnak, amelyek, Urunk, a te szentségedről akarnak beszélni, amelyek a szeretetről, amit te tőled tanultunk, Urunk, akarnak szólni. Áldj meg bennünket, engedd, hogy, Urunk, legyen találkozásunk veled, legyen áldás az úton, amit el tudunk kezdeni, legyen békesség a szívekben, a lelkekben, nagyvilágunkban, ebben az országban, ahol, Urunk, te tudsz valóban parancsolni békességet, törd meg a gonosznak a hatalmát, Urunk, dicsőítsd meg a te nevedet, engedd, hogy, Urunk, meghunyászkodjon, összetörjön, megszégyenüljön, és legyen békesség, legyen békés szántásvetés, magvetés, munkálkodás a te dicsőségedre, győzzön a te irgalmad, a te szereteted, Urunk, a lelkekbe, Urunk, te tudod megfordítani a te népednek sorsát, te tudod abban a világban, amely a halált választotta, amely, Urunk, a veszedelembe rohant, te tudod őket megállítani, és tudjuk, hogy neked terved van velünk. Áldj meg, ma is kérünk, engedd, hogy megmaradhassunk, engedd, hogy megőriztessünk, és még hogyha próbák is vannak, mint égő üszköt, Urunk, védj ki a tűzből, és hogyha vizen vagy tűzön kell átmennünk, Urunk, tarts meg bennünket. Újítsd meg a mi hitünknek, Urunk, minden erejét, emlékeztess a te szent szövetségedre, amit a te népeddel kötöttél, és te megtartod az ígéreteket. Urunk, gyógyítsd meg a mi betegeinket, különösképpen alázatos szívvel könyörgünk, Urunk, azért a sok betegért, akiket szinte felsorolni is nehéz, asszony testvéreinkért, férfi testvéreinkért, Urunk, te ismered őket név szerint, tudod, Urunk, az ő szenvedésüket, az ő próbájukat, állj melléjük, állj azok mellé, akik velük vannak, őriz meg, vigasztalj meg, gyógyíts meg, áld meg bennünket, Urunk, magadért, a te dicsőségedért, Urunk, szenteld meg a mi életünket, mert megvalljuk, hogy emberként, teremtményként mi semmit sem érdemlünk, Urunk, de a te dicsőséged az mindenek felett való. Mutasd meg a te hatalmadat, Urunk, szentelj meg minket. Amen. Kedves testvéreim, Istennek igéjét olvasom, így szól hozzánk a Mózes első könyvéből, a 28. fejezetből, a 10. verstől. Elindult Jákob Beersebából, és Hárán felé tartott. Egy olyan helyre élt, ahol eltölthette az éjszakát, mikor a nap lement, fogott egyet az ott lévő kövek közül, azt a feje alá tette, és lefeküdt azon a helyen, és álmot látott. Egy létra volt a földre állítva, amelynek teteje az égig ért, és Isten angyalai jártak azon fel és le. Odafönt pedig az Úr állt, és ezt mondta, én vagyok az Úr, atyádnak, Ábrahámnak istene, és Izsáknak istene, ezt a földet, amelyen fekszel, neked adom, és a te utódaidnak. Annyi utódod lesz, mint a föld pora. Terjeszkedni fogsz nyugatra és keletre, északra és délre, és áldást nyer általad, meg utódod által a föld minden nemzetsége. Mert én veled vagyok, megőrizlek téged, akárhova még, és visszahozlak erre a földre. Bizony nem hagylak el, amíg nem teljesítem, amit megígértem neked. Amikor Jákob felébredt álmából, ezt mondta, bizonyára az Úr van ezen a helyen, és én nem tudtam. Félelem fogta el, és így szólt, milyen félelmetes ez a hely, nem más ez, mint Isten háza és a menny kapuja.
Reggel felkelt Jákob, fogta azt a követ, amely a felje alja volt, fölállította szent oszlopként, és olajat öntött a tetejére, azután elnevezte azt a helyet Bételnek, azelőtt Lúz volt annak a városnak a neve. És ilyen fogadalmat tett Jákob: ha velem lesz Isten, és megőriz ezen az úton, amelyen most járok, ha ad nekem ételül kenyeret és öltözetül ruhát, és békességben térek vissza apám házába, akkor az Úr lesz az én Istenem. Ez a kő pedig, amelyet szent oszlopként állítottam föl, Isten háza lesz, és bármit adsz nekem, a tizedét neked adom. Szeretett testvéreim, kedves egybegyűltek, egy nagyon érdekfeszítő, csodálatos proféciát hallunk, egy isteni ígéretet, és egy választ erre az ígéretre. Az Isten tiszteletünk kezdetén énekeltük azt az éneket: hadd menjek Istenem mindig felé. Ezt az éneket nagyon sokszor temetéseken szoktuk énekelni, különösen a nyugati keresztények az angol száz világban gyakran éneklik ezt az éneket, és nagyon sokszor ugye erről szól, hogy az Istenhez megyek, vagy hogy ott van velem az Isten. Hát, hogyha valaki vagy olvasott, vagy hallott róla, vagy látta a Titanic című filmet, amely ugye a nagy hajóról szól, amely az emberi önhittség miatt, ugye, és figyelmetlenség miatt, a rekordhajszolás miatt, az emberek életének a rizikózása miatt süllyed majd el. Tudjátok-e, hogy az volt a tatjára írva ennek a hajónak, hogy még Isten sem tudja elsüllyeszteni. Hát az Istennek meg, szeretett testvéreim, a hatalma az mindig nagyobb, és az Istent kísérteni nem szabad. És amikor már ugye a sokkal kevesebb mentőcsónakkal rendelkező hajó, mint amennyi a legénysége volt, ugye elkezd süllyedni, és először próbálják menteni a gyerekeket és a nőket, akkor ugye amikor már igencsak megdőlt a hajó, akkor gondolkoznak azon a zenekar tagja is, akik ott vannak a hajón. És azt mondják, na, hát miközben ott süllyed a hajó, ők egy darabig zenéltek. És akkor azt mondták, na most már megyünk. És elindult a nagybőgős, meg elindult a többi, hogy keressen, hát ha a reménytelenségben jut egy csónak, és meg tudnak menekülni. De a prímás az elbúcsúzott tőlük, és elkezdte játszani ezt az éneket. És ugye mindig van egy frázis. És amikor elkezdte játszani, akkor a másodhegedűs visszafordult, és a második hangot elkezdte játszani. És utána a bőgős is visszajött. És ebbe az egészbe egy hitvallás lett ez az egész dolog. De amikor szomorú dologként jelenik meg előttünk, hát hadd mondjam el, hogy ez az ének, ez nem temetés ének, hanem ez az ének arról szól, hogy ugye Jákob találkozik az Istenével. Ugye hallunk a Grádicsról, amely az égig ér, az angyalokról, amelyek odafel járnak, a kőről, amire fejemet leteszem, és utána megszentelem, olajjal megszenteli, hogyha elolvasnánk az elejéről, újra elénekelnénk, akkor rájönnénk, hogy ez az ének ehhez kapcsolódik. És milyen érdekes ennek a története. Ugye a fiú, akinek van egy riválisa, Jákob, a csaló, az életét félti,
Az anyja is félti, az anyja mondja, hogy menekülj el Lábánhoz, az én rokonomhoz. Az apja is belátja, hogy igen nagy konfliktus van az ikrek között, és ez az Ézsó, ez meg fogja ölni ezt a Jákobot. Ő is jónak látja, hogy elmenjen, és azt halljuk, hogy az apa megáldja, még egyszer megáldja a fiát. Most már nem a lopott áldással áldja, meg ezzel kezdődik a 28. fejezet, ugye, amikor hallunk ezekről a dolgokról. Azt mondja az apa, amikor odafordul az ő fiához. A mindenható Isten pedig áldjon meg, szaporíts és sokasítsa meg utódaidat, hogy népek gyülekezetévé váljanak, adja neked Ábrahám áldását, neked és utódaidnak veled együtt, hogy birtokba vedd ezt az országot, ahol jövevény vagy, amelyet Ábrahámnak adott az Isten. Így küldte el Izsák Jákobot, hogy Paddan Aramba menjen Lábánhoz, az Arám Bétuel fiához, Rebekának, Jákob és Ézsó anyjának bátyjához. Tehát végül is az apja még egyszer megáldja, és benne van ebben az, hogy népek gyülekezetévé tesznek. Tehát nem csak a zsidó nép, majd úgy fogják hívni ezt a Jákobot, miután kijárja az Isten iskoláját, miután megtanulja, hogy ki, mint veti ágyát, úgy alussza álmát, hogy ugye, ahogy te viselkedsz a másikkal, úgy fognak veled is viselkedni, őtet is becsapják, úgy fogják hívni, hogy Izrael. És innen eredeztetik az izraelitáknak a nevét. De a proféciában benne van, hogy sok népeknek a gyülekezetévé teszlek. Mert az Izrael népe a nagy kahal, a nagy közösség, a nagy ugye nép közösség, az kiterjed a Krisztus által minden nép rá. És az atyáinak az ígéretével kapcsolja össze Ábrahámmal, és Izsákkal, és azokkal az ígéretekkel, amiket az Isten Ábrahámnak adott. Ezzel indul el, üres kézzel. És érdekes, hogy ebben az előző részben még benne van az, hogy engedelmeskedik az apjának meg az anyjának, mert az idősebb fiú az pogány lányokat vette magának feleségül, és ezzel bosszantotta az ő apját, meg az anyját. És ugye Jákob meg engedelmeskedik az atya tanácsnak, elmegy oda, ahonnan származik az édesanyja, és majd ott fog magának feleséget találni. Ő elindul. És mikor hallja ezt, Ézsó egyébként elmegy, és Izsmaelnek elveszi a lányát, ugye. Izsmael, tudjuk, hogy a vetétársa volt ugye Izsáknak olyan értelemben, hogy testvére volt, féltestvére volt, és mindig gúnyolta, és mindig ugye még Ábrahám is azt mondta, hogy ő lesz az, aki a szolgálótól született. Ő nem örökölheti ugyanazokat a privilégiumokat. És Ézsau mit csinál? Ézsau bosszantja az apját, meg az anyját direkt, hogy akkor most annak a lányát veszem el, akit ti a legjobban utáltok és gyűlöltek, és ő begyökerezik a kánaáni világba, begyökerezik a pogányságba, megtagadja lényegében azt az örökséget, amely az atyái Istenéhez kötődik. És Jákob meg elindul. Elindul a semmibe, a semmivel. Milyen van neki? Hát egy ígéret, amit valamikor ugye az apja adott, egy áldás van, de ő még Istennel soha nem találkozott. És ebben a történetben az van, hogy elér egy Lúz nevezetű helyhez, ahol leteszi a fejét alvásra. Nincs neki se háza, se semmije, nincs neki senki, aki befogadná, egyedül van, mint az újam, szokták mondani, az egész nagy világban.
egy kőre teszi le a fejét. Jövevények vagyunk ebben a világban, semmit nem hoztunk és semmit nem viszünk el ebből a világból. De amikor álomra hajtja a fejét, akkor az az Isten, akiről ő eddig csak hallott, az atyák istene, Ábrahámnak és az ő édesapjának, Izsáknak istene, az ígéreteket mondó Isten, aki az anyjának megígérte a dolgokat, egyszer csak személyesen találkozik vele. Mit lát ez az ember? Lát egy lajtórját, vagy egy grádicsot, énekeltük az énekbe, inkább egy létórjához hasonlít ez, amelyen les fel járnak az angyalok. Egy kicsit eszünkbe jut az a próbálkozás, amikor az emberek fiai megpróbáltak tornyot építeni az égbe. Ugye? És érdekes, hogy ez a torony, ez nem emberek által építetik, hanem Isten által. Sőt, ugye a Krisztusban ez az Isten lejön ebbe a világba, és találkozik az emberrel. Lejön, és osztozik az ember sorsával. Ahogy Jákobnak csak egy kő jut a feje alá, az Isten fiának egy barlang, egy ól, egy jászol jut osztály részül. Egy jászol. Az egyik keresztény embert hallottam egyszer, mikor megkérdezték, hogy hogy vagy? Azt mondta, hogy fából fába. Hát az mit jelent a te számodra? Hát azt mondja, a bölcsőbe születtem, és a koporsó fele tartok. Érdekes, hogy a bölcső az egy kicsit úgy hasonlít a koporsóhoz is. Valaki ezt mondta. Ez az emberi sors. És Isten eljön ebbe a világba, hogy találkozzon. Hogy találkozik Jákobbal. Hát látja ezt a létorját. Eszünkbe juttatja a bábeli toronyépítést. Lehet, hogy egy kicsit az emberi emlékezésbe, az emberi képzeletbe valami olyasmi jut eszünkbe, ami Rebeka, ugye Jákob édesanyjának a földjén működött, ahol sokszor építettek templomokat, sőt, fenn is maradtak ezek a nagy építmények, ezek a tornyok, a cikkurátok. Ezek a cikkurátok olyanok voltak, hogy mint egy lépcsőzetes magasságba emelkedtek, és onnan figyelték meg a csillagokat, ott áldoztak az isteneknek, néha csak így fel lehetett körbe-körbe menni, és a papok így jártak fel s le, hogy az áldozatokat elvégezzék. Ez az ősi kép, hogy az Isten fent lakik, ez előjön, az angyalok az ő szolgái, ugye, lesfel járnak, teljesíteni az Isten akaratát. Ez megjelenik ugye majd az új szövetségbe is, amikor az Isten angyalai ugye jönnek és hirdetik Krisztus dicsőségét ugye a pásztoroknak. És ott fent a lajtorjának a legtetején ott áll az Isten. És ez az Isten egyszer csak beszélni kezd. Álmába beszél. Nagyon érdekes a Bibliának az álom által való üzenete. Vigyázni kell, hogy nehogy az álmainkat, azokat egy az egybe Isten kijelentésének vegyük. Tehát nem minden álom Isten kijelentése, de Isten tud használni álmokat, hogy kijelentse az ő akaratát. Azt mondja a példabeszédek könyv, hogy szól az Isten az övéhez álmában is. Tehát álomban is tud szólni. De nem minden álom Isten kijelentése. Az ószövetségi profétáknál nagyon sokszor találkozunk azzal, hogy a proféták, az igazi proféták, azok azt mondták, amit az Isten mondott. De megítélik a hamis profétákat, akik jönnek és azt mondták, ezt mondta az Isten, meg azt mondta. Azoknak befogják a szájukat, és azt mondják, hát ismerd be, hogy álmot láttál, azt akkor beszélsz róla. Hogy ezt álmodtad, de nem szólt hozzád az Isten. Tehát ezért mi nem szoktuk, vagy nem szabad nekünk felcserélni az Isten élő igéjét
az álmodásra és az álomfejtésre. Ugye, bár sok mindent el tudnak árulni az álmok, és sok mindenben, különösen Carl Gustav Jung foglalkozott ezekkel a dolgokkal, és mondta, hogy az álomban megjelenő képek azok az emberi archetípusok. Tehát ez azt jelenti, hogy szimbólumrendszer. Különböző helyeken, különböző helyzetekben, egyforma helyzetekben a népek egyforma álomszimbólumokat látnak. Tehát ezt figyelte meg, és azt mondta, hogy ezért az egész emberiségnek van egy valamilyen régi archetípusa, tehát régi jelzésrendszere, amit az ember talán elfelejtett. És azt is próbálja elmondani ezzel, hogy egyformán haragszunk, egyformán ráncoljuk a homlokunkat, egyformán örülünk, egyformán sírunk. Tehát az érzelmeink, akárhova mennénk a világba, akármelyik néphez, akármilyen nyelven beszél, ugyanúgy az érzelmeink az, ami a nonverbális kommunikációnk, ami az arcunkra van írva, az nagyon sokszor egyforma. Még hogyha mások a kulturális, nyelvi és vallási háttérünknek az alapjai. Ezért érdekes ez az egész dolog, hogy ez egy kijelentés, ez egy találkozás az Istennel. Maga az az Isten, aki egy reménytelen helyzetbe, egy kiszolgáltatott helyzetbe, egy nulla pozícióban lévő helyzetben lévő emberhez jön és szól, és azt mondja, én vagyok az Isten, neked adom azt a földet, amin fekszel, visszajössz ide, az atyáidnak az Istene vagyok, megáldalak, és akárhova még, ott vagyok. Ez egy érdekes dolog, mert az ember nagyon sokszor úgy gondolja, hogy vannak helyek, ahol az Isten nincs. Tekints a hátad mögé, mondja az egyik költő, meg is énekelte a krédó annak idején. Istennek nincs olyan hely, hogy hátad mögé. Isten a világúra, Isten mindent tud és mindent lát. És nem lehet az Istentől elszökni. Jónás megpróbált, de nem sikerült neki. Az Isten előtt megalázkodni, az Istennek az akaratát elfogadni, és az Istennel áldott szeretett kapcsolatban élni, ezt akarja az Isten. És ugye amikor megszólal a profécia, már az Isten maga ígéri az embernek a dolgokat, akkor felébred ez az ember, és először is azt mondja, hogy rettenetes dolog ez a hely. Tehát egy rettenetes hely. Ott, ahol az Istennel szembesülünk, ott rettenetes lesz a hely. Ott megbukik az emberi próbálkozás. Megbukik az emberi szeretetestvéreim makacság, az emberi furfangosság. Mert lényegében mindent elvesztett a furfangosságával ez a Jákob, ugye mindent elvesztett, nullából kezdi. De az Isten előtt meg kell állni, és van neki miért szégyelni magát. Ugye rettenetes hely, mert az Isten szembesít azzal, hogy látod te egyedül mire vagy képes. Nézzétek meg, mire képesek a békétlen emberek. Mire képesek a békesség szavát, a jóra való törekvésnek a szavát nem követő emberek. Azok tűzbe, halálba, pusztulásba taszítják az egész világot. Miközben nagyon sokszor ugye maguk menekülni akarnak, menekülni próbálkoznak. Hát óriási botránya, hogy az itteni politikusok azok a legszebb üdülőhelyeken mutogatják magukat és fényképezgetik magukat. A tegnap már meg is jelent a határozat, hogy nem engednek ki engedély nélkül, ugye, egy parlamenti képviselőt se, egy állami alkalmazottat se, csak különös engedéllyel be kell jelentkezni. Persze a kiskapukat megtalálják. Vagy amikor a Védelmi Bizottság titkára mindenkire dörmög, és mindenkit a ugye vágóhidra
akar küldeni, a közben az ő fia Miami-ban üdülget. Hát azok, akik itt a legnagyobb patrióták, hát jöjjenek haza, hozzák haza a gyermekeiket, és álljanak a helyükre. Ne csak a demagóg szöveggel pusztítsanak mindent maguk körül. És ugye nem egy oldalú természetesen ez az egész. Ha az embert harapják, akkor ordítani fog, hogyha bántják, akkor valami válaszreakció lesz. És az egész világ megbolondult ebben az egészben, hiszen nem a megoldásokat keresi, hanem a problémát. Láttam már egy ilyen karikatúrát, hogy egy harci repülőgépre oda van kötve a béke galambja, amelyiknek a szájában ott van ugye a zöld olajlevél, hogy meg van kötözve a béke madara, nem akar itt senki. Még úgy gondolják, hogy ez így elfogadható, még megéri, hogy az emberek pusztuljanak. Tehát ebben a világban nagyon sokszor ezt látjuk, szeretett testvérek. Az Isten mást lát. Az Isten vissza fogja vinni ezt a Jákobot Ézsauhoz, és meg fogja szerezni a békességet közöttük. Egyszer egy zsidó magyarázó, ige magyarázó azt mondta, hogy Ézsó könnyei elkergették Jákobot otthonról. De majd Jákob könnyei fogják visszahozni a békességet, amikor ő fogja megbánni azt, amit tett a testvéreivel, és újra testvérek tudnak lenni a testvérek. Tehát ez benne van a történetben, ebben a történetben is. Az Isten megígérte, hogy Jákobbal lesz, és amikor ugye felébred, nem csak azt látja, hogy rettenetes hely ez, ahol az Isten elé kell leszállni és válaszokat adni, és rettenetes hely ott, ahol nem figyelünk az Istenre, a körülöttünk lévő rettenetes dolgokra lehet így figyelni, és mindnyájan azt látjuk, hogy de jó lenne, hogyha mindenki a békesség embere lenne. Sajnos, amíg ez meg nem történik, addig mindenki szenved, mindenki veszteségeket él meg, ameddig meg nem törik a gonosz hatalma. A másik dolog, amit elmond, azt mondja, hogy ez a hely az Isten háza és az ég kapuja, a porta célum, ahogy mondja. Ha elmegyünk a római katolikus templomba, Ungváron, akkor ott a szentély felett van egy felírás, latinul pont az, hogy ez a domus, az Istennek a háza és a porta céli, és a mennyországnak a mennykapuja, ugye? Vagyis az Istennel lehet találkozni, és ezen a helyen találkoztam. És fogja, felállítja a követ, és leönti olajjal, ez egy macéba, ahogy a régi zsidók mondták, emlékoszlop. Mi is szoktunk emlékoszlopokat állítani. Néha a teológusok kritizálják ezt a dolgot, de lám a Bibliában hallunk ilyen dologról, és amikor leönti olajjal a követ megszenteli, ahogy az énekbe énekeltük, akkor azt mondja, hogy ez az első kő, amikor épületeket építenek, nagyon sokszor a keresztény emberek az alapkő letételnél egy kapszulát tesznek bele, amely a kort jelképezi, van benne néha egy újság, néha egy valamilyen érdekes eszköz, ami kötődik a korhoz, vagy néha egy pár pénzérme, ami beszél arról, hogy mikor történtek ezek a dolgok, ugye? Gondnok úr is elrejtett a Tarnóci templom, amikor javította egy kis kapszulát. Majd valaki, hogyha javítani fogja pár év múlva, akkor majd meg fogja találni. De amikor a Huszi templomnak a tornyát javították, akkor a
gömbkupolába egy csomó Rákóczi is pénzt találtak, és ilyen üzeneteket. Tehát nagyon sokszor van ilyen. Mi nem találtunk a miénkbe semmit, amikor javítottuk, csak a szovjet fegyvereknek a golyóütötte lukait találtuk meg, amik beszéltek arról, hogy itt voltak háborús cselekmények. És ugye azt az ígéretet adja, hogy házat fog itt építeni, és új nevet kap ez a hely, Bét-El, ez lesz a hely. Bét az házat jelent, az él az az Istennek a megnevezése, Isten háza. Bét-Lahem, a Bét az ház, a Lahem az a kenyér, ugye Jézus Betlehembe született, ez meg Bét-El. És érdekes, hogy itt majd építenek egy templomot, és a jeruzsálemi templom megléte előtt itt vallásos gyakorlatokat fognak folytatni, és ez egy kultusz hely lesz, és valamikor majd eltörlődik ez a hely, amikor a későbbi korban beviszik oda Bál szobrát, és akkor ugye megtiltják a kultuszt, tehát megszentségtelenítik ezt a helyet, és akkor csak azt mondják, hogy Jeruzsálembe lehet. Vasárnap erről prédikáltam, hogy csak Jeruzsálembe lehet. Így törlik el ezt a helyet, mert megszentségteleníti a későbbi leszármazotti generáció ezt a templomot, ahol valahol, mikor találkozott az Isten ezzel az emberrel, és adott neki ígéretet. És érdekes, hogy ezen a helyen még egy dolog van, amire oda kell figyelnünk, hogy nem csak egy helyhez kötődik az Isten, hanem ahova mentsz, ott leszek veled. Tehát az Isten mindenhol ott van. Amikor azt mondják a hívek, hogy csak a templomba lehet imádkozni, hát igaz, hogy máshol is lehet. A kérdés az, hogy megszenteled-e otthon azt a helyet, ahol vagy? Elmondod az imádságot az asztalodnál? Elmondod, amikor leteszed a fejedet az ágyba? Van-e igeolvasás? Van-e imádság a te házadban? Mert ha van, akkor megszenteled. Vagy imádkozol-e a mezőn, amikor kapálsz? A régi emberek, mikor megszólalt a déli harangszó, megálltak, rátámaszkodtak a kapára, levették a kalapukat, és imádkoztak. A mai rohanó világban az ember már semmit sehol. Se lát, sehol. Ugye olyan, mint a vakegér. Bocsánat a kifejezését. És érdekes, hogy azt mondja az ige, hogy ott vagyok mindenhol. És mi történik az Isten ígéretére? Tehát az Isten mindig ad valamit. Ez az evangélium, szokták mondani. És erre az ember mindig válaszol valahogy. És a válaszokból látszik az, hogy meghallottuk-e, vagy megértettük-e. És a válasz az mindig valamilyen tett. Milyen választ ad ez az ember? Azt mondja, templomot építek itt. Vagyis aki találkozik az Istennel, annak az életében ott lesz mindenhol a templom. Ott lesz mindenhol az imádságháza, az imádság cselekedet. Ez az egyik dolog. A másik, amit itt hallunk most először a Szentírásban, azt mondja, hogy amit kapok tőled, akkor tizedet adok neked. Tehát azt mondja, hogy ha Isten megtartja, ha velem lesz, ha lesz mit ennem, innom, hogyha megőrzi az én életemet, akkor mit csinálok? Választ adok, templomot építek neki, és odaadom mindenből a tizedemet. És érdekes, hogy ugye az egyházi időkben, a középkorban volt a tized, vagy később a királyok ezt kilencedre változtatták. És érdekes, hogy a társadalom meg tudott élni a tizedből. A tized elég volt arra, hogy az özvegyeknek, az árváknak legyen mit enni. Elég volt, hogy az egyházat, a lévitákat fent tudják tartani, ugye a templomot Izraelbe. Mindenre elég volt. Tehát nem voltak plusz adók. A mostani világban bolondult meg mindenki, hogy az egyházra nincs szükségünk,
de mindig nőnek az adók, ugye háború, de még hadiadó is van, és mindenkit és mindent megadóznak, ugye, mert a pénz az fontos lesz, sokszor ugye kérdezik a hívek, miért van az, hogy nálunk lekapcsolgatják a villanyt, és ugyanakkor meg külföldre exportálják, mert mindenki látja, ugye, ennek az országnak kik a fontos, a saját polgárai, vagy azok nem számítanak. És nagyon egyszerű, hát az az igazság, hogy az itteni lakosságnak fixálták a pénzt, amit fizetni kell az áramért, és ez kevés. A külföldön megnövekedett az áramnak az összege, ugye, ha exportálják, akkor azért egy csomó pénzt fizetnek. Hát a saját népemet nem tudom, ugye, már tovább megsarcolni, mert ugye nem engedi a törvény, hát akkor nem adok neki, hanem odaadom külföldre. És kiderül, hogy mindent a mocskos pénz irányít ebben a világban. Volt ez a 90-es években, nem csak a háború idején, hogyha valaki emlékszik, akkor történt ilyesmi. Ugye mit mond ez az ember? Azt mondja, hogy ha te adsz nekem, akkor én visszaadom, odaadom neked a tizedet. És érdekes, hogy mennyire hálás az Istennek a mai világ. Ugye annak az Istennek, aki életet ad, mindent teremt, aki megváltja az embert, aki üdvösséget ad, miben látszik az, hogy én hálás vagyok. És ugye, ha tovább megyünk, mennyire vagyunk mi ennek a Jákobnak a helyzetében? Hát hozzánk Isten eljött. Eljött, amikor még bűneinkben voltunk, eljött, hogy megkeresse az elveszett bárányt, eljött a bűnösökért, ugye, odaadta magát a bűnösökért, mert még egy jó emberért talán valaki odaadja magát, feláldozza magát, mondja, ugye, Pál apostol. De Krisztus meghalt, értünk, akkor, amikor még bűneinkben voltunk, tehát mi rossz emberek voltunk, mondja, és ő odaadta magát. Mi a mi válaszunk az Isten irányába? Már nem beszélek a tizedről, már nem beszélek a templomépítésről, meg a fogadalmakról. Olyan alapvető dolgok, mint hálaadás, mint dicséret, mint Istenben való bizodalom, mint az, hogy legalább nem gyalázom az Isten nevét ebben a világban. Nagyon sokszor, amikor ezek hiányoznak, akkor azt szokták mondani a hitben járó emberek, a teológusok, hogy hiányzott a találkozás az Istennel. És erre mondja az Isten, hogy keressük, mert ő ott van. Nem kell próbálkozni, elbújni tőle, mert ő mindenhol ott van. Akárhova mész, veled leszek. De nem azért megy velünk, hogy megkeserítse az életünket, hanem azért megy velünk, hogy legyen mit ennünk, legyen mit innunk, hogy legyen üdvösségünk, hogy legyen áldás a mi életünkben. Hagyja az Isten, hogy nekünk is legyen csodálatos találkozásunk az Istennel, és legyen válaszunk arra, amit az Isten adott nekünk, és emlékezzünk, hogy az ő ígéreteit beteljesíti. Ha tovább olvassuk Jákobnak a történetet, akkor kiderül, hogy így van. Adja az Úr, hogy a mi életünkben is jusson eszünkbe, mit ígért nekünk az Isten. És hogyha mindezt megadta, akkor életemet hála áldozatul neki szenteljem. Nem tudom, tudjátok-e mi Calvin Jánosnak a jelképe. Egy kézben egy égő szív. És az volt a mottoja, hogy szívemet Istennek égő áldozatul adom. A szív az a gondolkozás, az egész emberi lény, jelképe, mindenemet neked adom, Uram. Adja az Úr, hogy így legyünk mi is, akik Krisztusban megkaptuk az ígéreteket, az áldásokat, akikhez jött az Isten fia, akikhez szól az ő szavától, de ha valaki nem akarja a szavát hallani, szól a lelkiismeret által, szól még ezek által a rettenetes események által is, mikor mutatja, hogy nézed, hogy minden tönkre mehet, nem lehet
elbújni az Istentől. Van Istennek látása, áldása, és van Istennek haragja is, amely figyelmeztet. Gyertek az Úrhoz, legyetek áldottai, és emlékezzetek arra, hogy mindent tőle kaptatok. Szíveteket adjátok az ő kezébe, nem nektek az ti életeteket akarja elvenni az Isten és megkeseríteni, hanem nekünk van szükségünk arra, hogy az övé legyünk. Luther Mártontól olvastam, de Spurgeonnél is találkoztam egyszer egy ilyennel, hogy azt mondta, ott mikor mentek kifele a templomból, ott van a persej. De Isten nem a pénzeteket akarja, hanem hogy a szíveteket adjátok oda neki. Adja az Isten, hogy adjuk oda az ő kezébe minden napunkat, minden óránkat, gondolatunkat, lelkünket, ő tudja megáldani, megszentelni és megőrizni. Adja az Úr, hogy így legyen. Imádkozzunk. Mennyi édesurunk, kegyelmes Istenünk, köszönjük neked ezt a mai reggelt, köszönjük neked a hozzánk szóló igét, köszönjük neked azt, hogy a te népedet évszázadok óta, évezredek óta vezeted. Köszönjük, hogy Urunk, a te igéd ma is élő és ható, és Urunk, ma is lehet templom, az a hely, ahol oda szenteljük a mi életünket, ahol megáldjuk a követ, ahol Urunk, feléd nyílik meg a szívünk, és rajtad keresztül szeretteink irányába, a rászorulók irányába, még Urunk, azok irányába is, akiket szinte lehetetlen szeretni. Köszönjük, hogy Urunk, így lehetünk áldottak, így lehet békességünk te veled, így vezethetsz bennünket az úton, adjad, hogy a te áldott kezed vezessen, őrizzen, adjad, hogy a te élő igéd adjon útmutatást. Köszönjük azt, hogy ma is találkozást adtál nekünk, és valahányszor megszólal a te igéd, ott lesz a te házad, a te lakozásod, és ott lesz a kapu a mennybe, adjad, hogy a szívünkbe lakozzék ez a te igéd, és Urunk, így legyen mindig menetelünk te hozzád. Aki közelebb vagy hozzánk, mint gondolnánk, sosem távozol el tőlünk, akit atyának szólíthatunk. Urunk, engedd meg, hogy így szólíthassunk meg most is téged, amint te tanítottál bennünket. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen. Mindezek után az Istennek békessége, mely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveinket és gondolatainkat az Úr Jézus Krisztusban. Amen. Ha Isten is úgy akarja, a holnapi istentisztelet reggel 8-kor kezdődik, és hirdetem, hogy vasárnap pedig a megszokott rendszerint találkozunk. Nyolcvanadik dicséret így kezdődik, hozzád jövünk. Hogy segíts, éleszem így.
Ne szóljon igény, hiány.